Jó reggelt, kis Bobi. Szia, kis babám. Szia. Ülj le. Mi a helyzet? Semmi. Most nem tudom, hogy most keltem föl. Ülj le, épp azért. Jó, igen. Ész? Mondja. Hát neked szőlőt, meg kell enni. Az egész? Már voltam föl, most ilyen terhesség oldalon, megnéztem. Oha. Nagyon sok gyümölcsöt kell enni, vitaminokat. Igen. Igen. És hát nem pisítél, én nem voltam össze. Nem, nyugodj meg, mert kell, most nem megyünk ide tesztet venni, és majd arra pisélsz. Kicsikém, ne csináld már! Ne, tényleg fontos. Mai világban már délután vizeledből is ki. Ha délután kezd föl, akkor igen, akkor az első. Én nem fogtam délután fölkelni, ott kezdődik, de... Kicsikém, légy szívül, azt meg kell lenned, ott kezdjük a rendezőt. De most ennyire ósz, véc, hogy nem állhatok igen, föl, akkor megkötte helyette? Hogy egy csomó kis körtész legyen itt a lakásban? De igen, csak annyira... Pörögsz itt korán reggel. Úgy érzem, hogy Atti egy kicsit túlpörgi ezt a témát, engem is feszülté tesz. Ha terhes vagyok, én vagyok terhes, az én testem, az én lelkem. Érzelmileg ezt nekem, ezt fel kell dolgozni. Most elolvastam minden, most már nagyon kivét. Most már négy ugyaszt lettem amúgy igazából. Jól van. Mondjuk ez már egy régi történet, csak most felfrissítettem. Ideges, de nem szabad a kismama. Jó. Felesleges. Nem is idegesítelek. Hát de figyelj, én mondom, úgy sem eszed most meg, de visszajövünk és majd folytatod. Gyere, ötöszöl is, elmegyünk ide tesztet venni. De majd megyünk délután, most hova? Most megyünk. Szeretlek, jó? Kész csók, kezdi csókolom. Jó napot kívánok! Szeretnénk terhességi tesztet vásárolni. A leges, legjobbat, ami mindent kimutat, ami már holnap azt is, hogy világra lány. Hozza a gyerekemet, hogyha úgy adódik. Milyen színű a szeme? Három félét mutatnék önöknek. Lenne egy gyors teszt, ami háromnapos terhességet már rögtön ki tudja mutatni. Akkor lenne ez a digitális, tehát ez azért tud többet, mint az a gyors teszt, mert kimutatja a fogamzás időpontját is. Viszont ennél össze kell gyűjteni a vizeletet, és csak a reggeli. Ez nem olyan praktikus. És csak össze kell gyűjteni a vizeletet. És a harmadik féle, az pedig azért lenne nagyon jó, eleve kettő tartalmaz, tehát ha a megbízhatóság szempontjából érdemes azért kettőt elvégezni, hogy akkor biztos, hogy terhes, illetve nem terhes, tehát ez ezt mutat ki, megismételhető. Szeretném a baloldali. Azt szeretném, hogy biztosan tudjam, hogy lesz-e, vagy van-e, vagy mikor jön, fiú, vagy milyen szemű lesz, vagy milyen hajú lesz. Vagy... Ez is ki fogja mutatni életem, jó? No. Nyilvánvalóan azért mindenki képben van azzal, hogy az a szerkezet lett volna a legjobb, amit én akartam választani. De most az egyszer meghagyom Csillának azt az esélyt, hogy döntésképes legyen ő is. Ezek mindegyik megbízható, csak abban van különbség, hogy az egyik reggel végezhető, délután is, egy darabos, két darabos, de praktikus, eddig két darabosat megvennék. Jó, akkor ez lesz. Köszönjük szépen. Most miért veszed el? Ezt nem szeretném olvasni. Akkor mi a helyzet? Várjál csak, nézd. Hát én ezt mondok hozzám már, nem hagyom. Tudom, hogy kell helyesen használni. Magasok a megbízhatóság. Két darab teszt, pozitív az kétség, negatív kicsikém, én ezeket tudom anélkül is, hogy te most ezt nekem felolvasnál. Megengedett, hogy bemenjek és megcsináljam, mert most már kezdek feszült lenni én is. Korai terhesség kimutatja pár percet, mert még van valami, még van ilyen általános dolgok odaíva. Most megcsinálod? Köszönöm szépen, hogy tájékoztattál. Nem ezt akartad, ezért mentünk el, vagy akár fél? Jó, gyerek. Na, zúz? Én igen, de te itt maradsz ki. Ne, hagyd nézem már. Figyelj, ez... Engedd már meg, hogy megcsináljam egyedül, két pillanat is fogok jönni. Sírj akkor. Attila rögtön rápörgött erre a témára, és nagyon-nagyon ideges volt, feszült volt, és igazából miatta szeretem, hogy ne legyen bennünk kérdőjel, mert hogyha az elkövetkező napok ilyen feszülten telnének, akkor szerintem abba beleőrülnénk mindketten. Ha? Várni kell egy kicsit. Mit várjak? Hát most vártam. Ne türelmetlenkedjél, menjünk, üljünk le, mindjárt meg lesz az eredmény, jó? Na, írja már? Még nem írja. Ne legyél már ennyire türelmetlen, akkor is ilyen türelmetlen leszel? Amikor bent leszek a szülőszobában, hát akkor tudsz kitugrálni, mint egy őrült, vagy a fejem fölött? Én benne leszek veletek. Jó. Én vágom el a köldök zsinort. Szólj a világ itt. Igen, majd fogsz szólni, Attika. Én is ideges vagyok, nekem is egy tök új helyzet. Elhiheted, rólam van szó, az én testem bennem fog növekedni 9 hónapig. Mi lesz ezután? Te belegondoltál amúgy, hogy ennek milyen következményei van? Az egész életünk megváltozik, minden más lesz. Amilyen életet mostanáig éltünk, az felejtős. Megfordult a fejemből, hogy mi van akkor, amikor én már tényleg nagyon nagy pocakos leszek, amikor már vizesedek, amikor már nem fogok tudni körülötte úgy ugrálni, már éppenséggel le fog szakadni a derekam. Tehát, hogy van bennem egy kis félsz, de én bízok benne is a mi kapcsolatunkban, és abban, hogy közöttünk annyira erős a szerelem, meg a kapocs, hogy mi ezeket túl fogjuk szárnyalni. Felkészültél te egyébként erre?
Biztos? Átgondoltad, hogy ez mivel jár? Minden megváltozik. Nyilvánvalóan nem tudok rá felkészülni, nem voltam ilyen helyzetben. De átgondoltad, hogy ezt biztosan szeretnéd, és hogy tényleg most már nem ketten leszünk, hárman, és gondoskodnunk kell valakiről, akinek a jövője tőlünk függ, a minden, az egész élete. Tudom. Ez azért nagyon komoly dolog. De nem baj, én ezt szeretném. Na? Mutat valamit, átadom neked a lehetőséget, hogy leolvasd. Na, mit látsz? De mi van rajta? Hát egy csík. De még biztos, hogy még várunk akkor. Még várni kell biztos, nem biztos, nem egyszerűen. De nem kell várni, mert már lejárt az idő. Az egy csík azt jelenti, hogy nincs baba. Nincs baba, nem vagyok terhes. Megmondom őszintén, hogy én csalódtam, mert hogy elhittem, és én tényleg éreztem ezeket a tüneteket, és mintha éreztem volna már, hogy ott van a baba. Persze, amikor az ember valamit nagyon szeretne, akkor abban oda tud képzelni bizonyos dolgokat, és valószínű nálam is ez történt. És mit csináljak vele? Ezt lerakhattam több órára, és akkor is egy csík van ott. És írja is a dobot, hogy letelt az idő. De azért mondom, hogy szerintem... A pozitív eredmény már 40 másodperc elteltével felismertő. Több mint 40 másodperc eltelt, sokkal több. Csillán látom, hogy sokkal feszültebb, mint én. Nyilvánvalóan azért, mert ez szerintem egy normális anya reakció. Szeretném, ha megnyugodna, és a második teszt örömet okozza neki is, és nekem is. Még belásokat csinál meg, jó? Biztos, hogy rossz. Mondtam, ezért minek ad? Ha nem lenne rossz az egyik, akkor nem adnának vele kettőt. Vidd be. Itt van. Kicsikém, mit csinálsz már ennyi ideig? Lefürdesz, vagy mit csinálsz? Megyek. Miább is értesz, nem lesz előbb eredmény. Sajnos ez is negatív volt. Kicsim, hiába nézed, látod, egy csík van, nincs baba. Sajnálom, nem tényleg. Én is szomorú. Szeretlek, most egy szomorú. Gyere ide. Azt mondtam, hogy ezért volt felesleges belejönni magunkat. Bíztam benne, reménykedtem, hogy a második teszt legalább olyan eredményt hoz, amit várunk. Nagyon sajnálom a Csillát, látom, hogy nagyon szomorú. De most ne legyél szomorú. Jó. Gyere, inkább van egy ötletem, jó? Mm. Hogy legyen olyan tesztünk, ami használható. Gyere! És mit szítsz? Mi az? A kicsikém, hogy vagy? Hát, örülök, hogy azért kimozdultam. Nem lehetett volna otthon. Mit akartál csinálni egész végig? A sötét szobába betakarózva akarnak, mi értelme? Nem akartam a sötét szobába egész nap ülni, de azért nyilván megérzem. Csináltad volna. Nem érzem túl jól magam. Igen, meg... de nem jó, nézd meg, süt a nap, együtt vagyunk. Ez szerintem azért történt most, minden okkal történik. Azért történt, hogy kapja még egy kis időt felkészülni arra, hogyha majd tényleg terhes leszel. Nem kell szomorkodni, minden rendben lesz. Jönni fog kisbaba, és akkor már készen állunk arra, hogy fel tudjuk nevelni. Ne legyél szomorú, jó? Szeretlek. Én is szeretlek, de igazán elárulhatnád amúgy most már, hogy hova megyünk. Nagyon kedves barátomhoz megyünk, kicsi a családjához. Titkos. Biztos vagyok benne, hogy Csillánál nem lövök mellé ezzel a programmal, mert tudom nagyon jó, hogy akihez megyünk, az Csilla imádja. Igazából aranyos is tudsz lenni. Miért nem vagy mindig aranyos, hogyha tudsz lenni ilyen is? Mert hogyha mindig aranyos lennék, akkor nem tudnád a kettő közötti különbséget. Ja, és akkor nagyon-nagyon ferde lenne a képed a világról, így viszont teljesen képben vagy mindenről. Szuper. Atika! Van ez a szám, ezt nagyon meg kéne csinálni. Szöveg még nincs rá, azt neked kell megírni. Talán menni fog, megoldom. De most kamangolba rappelek egy kicsit vele, hogy mégis áttérezzük. Mutasd meg, hogy milyen a zene. Figyelj! Hey! Gyere Zalán, száll be dobba! Gyere Zalán! Hey! Ennyi a dobba, de viszont. Yeah, yeah.
I'm in the room in the prime mind. Did you find another thief in the glass line? I hear the dogs in the top. Checking the drum in the prime mind. Get out. Get out, yeah. Gyere, Zalán, dobolj! Nagyon nagy tesó, nagyon nagy. Ennyi jó ez az íz, jó. Ugye, hogy jó? Jó, mert nem az a körap, ez az egy R&B-s. Azért nehezen tudna eltenni úgy egy nap nálunk, hogy ne zenéljünk, főleg, hogyha Joci meg én összefutunk. Imádok vele zenélni, tökéletes. Mind zeneszerzőként, mind előadóként kiegészítjük egymást. Húz ki nekem, tudod, hogy tudjak ráírni egy 2 percre, hogy menjen, és akkor én arra írok. Akkor nagyon nagy. De jó, hogy pihentél. Ennek ez már jó! Ez már jó lesz. Ó, Zalika! Zalán, figyelj már, most miért nem doboltál? Hát én nem tudom megírni a szöveget. Most komoly dobolt. Érzésben van, ne zavarjátok őt. Ja igen, mert a mama őt be fogja konferálni. Jönnek a mamáik ide? Megvárjuk akkor a mamádat. Akkor megvárjuk a mamát. Szia, mami! Pápai József és Pápai Józsefné, Joci szülei. Köszönöm, hogy a Jocika nem hozott ide engem soha. Mert olyan lesz. Befogadjuk, Szeretnélek befogadni a szépségnek, és szeretném, hogyha megtudnám mutatni, mert hogy fosztok volna. Kérlek, elmondjuk, hogy a gyertes nézzük, milyenek. Kisfiú a doboknál, Joci gitározik, énekel, a kislány mindezt nézi a kanapéról. Nagyon jó érzés volt látni, és igazából megirigyeltem ezt a családot, mert már én is nagyon vágyom egy ilyen közegre. Gyere, szaladgálsz! Gyere! Mi van kicsi? Semmi, csak kijöttem egy kicsit a levegőre. Látom. Nagyon jól érzem magam, csak olyan jó neki. Gyerekek, én meg a kutya, a család. De nekünk is lesz soha. Nem véletlen a feleségem Csilla. Meg se kell szólalni ahhoz, hogy érezzem, hogy mi bántja a lelkét. Én mindig nem tudta elengedni igazán ezt a történetet. De látom, hogy sokkal jobban van, mint mondjuk tegnap vagy már reggel. Na milyen helyzet, fiatalok? Semmi, szomorkodik kicsit tudod. Pápai Joci, énekes, Curtis régió barátja. Ne szomorod a Csillót. Tehát azért jöttem, megmutassam, hogy milyen egy jó család, nekünk is ilyen család. Olyan család vagy, tehát úgy irigylem tőletek. Legyetek rajta ezen a projekten, mert ez mindennél többet jelenti. Joci szavai nagyon jól estek, meg vigasztaltak. És biztos vagyok benne, hogy nekünk is össze fog jönni ez a baba, csak idő kell hozzá és türelem. Igazából, látszik, hogy olyan boldogok vagytok a gyerekek. Mert ez a lényege, tudod, a gyerekek. Igen. És az, hogy, és hogy jó apa legyen az ember, meg hogy, harc, meg hogy harcoljanak. Ezt nézd meg kicsi! Na, megvan az álmod! Peterzon! Szia! Gyere csak! Peterzon, Pápai Joci szaraszotából hazatért bátyja. Mit szólsz hozzá? Ez az, drága testvére! Szia! Szia! Ja, te vagy! Szia! 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 Fardos Csilla! Szervizélek! Te vagy a? Ő az én édes bátyám. Jó, nem tudtam! Igen. És miért nincs ülés a bicikliden? Hát még nincsen, de most találtam ezt, hát életem egyik legnagyobb vágya volt, egy 80-as évek. Petike, régóta akartál már ilyet magad. Igen, most ezzel lefogyok. Ez a fogyok ura? Hát igen, rendbe tetettjük. Neki megyünk egy napi 200 kilométerre, csak le megy a bóta. Az nagyon tesó, a kezdésnek szerintem elég lesz egy 10. Megérkezett Jocinak a bátyja. Hirtelen nem is tudtam lereagálni, csak néztem bicikli a kezében, de nincs rajta nyereg. Nem tudom, hogy... Petike egy ilyen érdekes típusban nyomja, abszolút retróba. Majd...
kiutazott Amerikába, és hát én vittem ki a reptérre. Tényleg? Aha, tényleg kiment Amerikába. De hol voltál? New York, hogy hol? Sarasotában, ez délen van a mexikói öbölben, nagyon jó hely egyébként. Felhívott egy gyerekkori osztálytársam, pont Sarasota mellett lakik az anyukája, és az ottani magyar fesztivál, képzeljétek el, hogy a barátnője rendezi. De lehet, hogy majd lehet lenni egy jó kis... Ja, majd felhívom most újra, hogy... Úgyis a Jocival is van közözenénk, meg lesz is most jó pár. Hát meg összetünk ő is tudni, ezért nem vagy egy kis lágered, nem Józsika? Akár a fiában. Hát ott lehet, a bűrűdőmben nekem is van egy pár. És akkor megyünk Bazsevál. Igen, és nagyon jó vagy. Erről lesz a turné menedzser. Hát csak úgy. Hát csak úgy. És a táncos. És táncos. És a stylist. Turné menedzser is táncos. Ő megy elő. Én már a balett műfajban is egyébként bármikor be tudnék. Tehát klasszikus műveket is tudok játszani. Ennyi, minden. Minden hangszeren játszunk. Minden. Figyeljetek el, itt a legújabb dalom. Nagybátyámra honnan szerezted ezt a gyerekkori fotót, azt mondom. Nagymamámnál volt kitéve. Jaj, neked is a testvére? Neked is? Ha nekem is. Nekem az asszonyom is volt. De mutasd már azt a dalt. Ez a szám, ez halálos, nem sikerült. Szerintem most a legjobb számom. Úgyhogy... Ez a legjobb dalod? Hát szóval most igen, mindig a legújabb a legjobb. Azért mondom, mert... De amióta ez a szám megvan, azóta ő sem bír vele mit kezdeni, érted? Kamázott el. Hey! Hey! Oh, yeah! Nem bír mit kezdeni! De Kamázott, dobd le, testvér! Hey! Nem látta! Nagyon látta! Joci testvére a bemutatkozással, a bringával, a táncával és magának az egész a létével az egész napunkat bearanyozta. Hát kellene szebb nap? Én nem is gondoltam, hogy ekkor a buliba csöppenünk, a kisfiú zenél, a Joci gitározik, énekel, az én férjem rappel, időközben megérkezik a családja, anyukája, apukája, igazi nagy mulatság kerekedett. Hát tesszük, ez a dal... Csak akkor fog valami térni ezen a versenyen, ha Petit viszed. Petit kell járnálni, bárhová Peti... Mutasd nekem egy-két dobalát. Tetszeni kell, mert úgy látom. Petike, készült pohár vizet, drága? Szerintem adjál neki valamit. Pohár vizet, meg valami vasszúgőzben testnél van egy kacsoló. Segít, Zolika, segít. Szerintem egyébként 80-as évek ilyen a világ, és újra márványba borul a világ. És ezt a kavátot mutatta nekem. Szabd ide azt, ezt tényleg is viszem. Tényleg szépen. Ezzel adok mesterdarab. Hát ugye, neked ajándékozom a gondolat, én nagy gyűjtő vagyok. Ezzel darabom van. De mennyire, mi a tényleg pá, pá, pá. Ez az, Erika! Easy az NWB-be. Az új videónkban jöhetsz ebbe. Megy. Hát Joci testvérének a bemutatkozásánál és a táncáránál csak a szerkója volt jobb. Hát ez a szett, amiben ő érkezett. Azt kell mondanom, hogy remélem, hogy soha többé nem látom ezt a cuccot. Nagyon nagy vagy egy viszöntés. Hát gyakoroltam régen többet, most már egyre kevesebb időm marad a táncra, meg hát egyre gyengébben bírom. Testvérem, nagyon nagy lesz ez a dal, nekem nagyon tetszik. Hát én nagyon bízom benne, hogy most elér. Hát én szavazok ezerrel, vagy nem tudom, hogy jövjük a kártyát. Küldöm be. Patrik úr kártyát. Viszont lassan el kell indulni. Nem áll. De, már látom, megy nap. Patika, jól megy. Zalika, mennek a tiéd. De máskor is jövünk. Az biztos, hogy kikísérjünk. Jöjjenek máskor is? Jövünk máskor is, hozzá. Itt is alszunk. Jól érezted magad a dolgot így egy jó?
Viszont csak adod, de viszont azt beszéljük meg, hogy csak úgy menjünk el most. Hogyha ti... De ti is jöttök hozzá. Igen. Viszont beszéljünk. Viszont beszéljünk. De bármikor a gyerekekkel... Nagyon szeretek. Ott is aludhatok, nem van helyből. Nem bántam meg, hogy végül is kikeltem az ágyból, és hallgattam a férjemre, kocsiba ültünk, elmentünk Jociékhoz, nagyon jól sikerült a mai nap. Borzasztóan örülök, hogy megismertem őket, mert egy igazi családi délután töltöttünk mi együtt. Zalánki, kísérsz engem? Igen. Csak a nagyjárjuk bennek együtt, persze. Én jó szomorú vagyok akkor. Hallod, tényleg le tud esni a hó, hallod, ilyenkor. Télen esik a hó. Újpesten nekem kellett? Mostanában ezt vártuk. Szerinted Újpesten mennyi havat lapátoltam? Miért ott nem esett a hó? Hát ott jött egy ember és megcsinálta, nem én voltam az ember. Jaj, értem. De te összedobsz, hogy valamit? Igen. Köszönöm. Na és amúgy hogy vagy? Mert azóta egyébként nem is... Hát, hogy van, nagyon hogy... beszélgettünk erről az egészről. Mert szerinted én nem akartam... hogy vagyok? Hát most... Hát nem jó. A baleset után azért kértem Attilát arra, hogy beszéljen a történtekről, hogy hát ha akkor könnyebben fel tudja dolgozni. Mert én láttam, hogy nap mint nap szomorkodik, hogy bántja őt ez, és hogy lelkileg nagyon megviselte. És én úgy gondoltam, hogy ha erről beszél, akkor könnyebben fel tudja dolgozni. Most gondolj bele, hogyha ott van valaki, és valakit bekárt teszek. Ez van azóta is a fejemben. Valakinek baja lesz. Igen, de hála a kocsit nem érdekel, vagy most kocsi vagy most ha velem történik, vagy, de valaki nem az oszlopba megyek bele, hanem valakibe megyek bele. Na, azt így kipihentem magam, mondom, akkor elmegyek a kocsijára, és nem tudok mit csinálni, basszus, ez van. Ez egy jel volt ahhoz, hogy tényleg fel kell nőni. Az a pillanat, amikor én megtudtam, hogy balesetet szenvedett, én azt senkinek nem kívánom. Tehát én csak azért könyörögtem, hogy ő legyen jól. Minden más pótolható. Gondolhatod egyébként, hogy azért hagytam ott a kocsit akkor. De gondolhatod, hogy én hogy éreztem magam? Nekem milyen érzés volt, amikor telefonáltak, hogy mi történt? Nyilván Attila hibázott, és ő ezt belátta. Belátta, vállalja, tette érte a következményeket, a felelősséget. Megijedtem szerinted. Olyan gyorsan történnek a dolgok, hogy igazából visszaelőztem ugye a kocsit, és már az oszlopban benne voltam. Nagyon sajnálom azt, hogy a családom és Csilla is nagyon ki van a történtek miatt. Meg tényleg az, hogy most mi lesz, most veled mi lesz, mi anyu mit fog szólni. Hogy én mit szólok? Én nem akartam rosszat, csak haza akartam hozni a kocsit. Azért adok hálát, hogy nem az oszlop helyett nem valami, ez... valaki más ember volt ott, igen, vagy bármi. Azt nem tudom feldolgozni, hogyha bárki miattam történt volna valami baja lenne. A legfontosabbnak mégis azt találom, hogy tényleg egy ilyen társat találtam, mint Csilla, hogy bármikor, bármiben számíthatok rá. Mással nem is tudnám megbeszélni szerintem ezeket a problémáimat. Velem mindig történik valami olyan, ami megmagyarázhatatlan. Mással is történik. Nem történik. Mással is történik. Sok rossz emberrel mással... nem történik sohasem. De hidd el, hogy igen. Nézd meg a híradót. Ne legyél hálátlan. Örüljél, hogy itt vagy velem mellettem. Történhetett volna ez úgy is, hogy meghalsz. És akkor mit csináltunk volna? Lassan megy nagyon, mert most még a hó is leesett, jó, nem akarok. Lassan megyek nagyon. De nem szeretném, hogyha most ezután ilyen gátlás lenne benned, emiatt, hogy félsz vezetni. Jó, de látod, ez is olyan közel jön, na. Mert ő is rohan. Nem kell rohanni, lassan odaérünk. Ebből van a baj. Jól van, óvatosan vezetek. Tudod, hogy nagyon-nagyon tudok vezetni. Jó, én is nagyon-nagyon tudok vezetni, látod, tudom, hogy mi történt. Nem ezen múlik. Nem ezen, igen. Ettől féltem leginkább, hogy autóba kell újra ülnem. Igaz, nem én vezetek, hanem Csilla, de leesett a hó. Ráadásul pont ott ülök, ahol becsapódtam én az autóval legutóbb. Nagyon rossz az egész. Ez egy óvó jel volt. Ott voltak az őrangyalok. És azért rossz volt, biztos apukám azért ott volt vele. Ott volt veled apukád. Azt biztos. Látta ezt az egészet, végigkísérte, végignézte, és vigyázott rád, mert semmi bajod nem lett, semmi. Ott volt veled. Ne süssél meg!
messiassá, mert vigyázott rád. Mert nagyon szeretsz téged, és ott volt, jó? És nem akarja, hogy most szomorú legyél kicsikén, jó? Ha nem szeretnél, soha többet nem kell vezetned. Mindig fogok vezetni. Jó? Mami! Gyere, nézd, csak ott van apád, jött. Rozi? Szevasz, nem ismerem. Szevasz. Szia, babám. Mi újság van? Mit akartál velem beszélni, ennyire fontos, hogy hát száz fokba ide kint? Csak szerettelek volna látni. Igen? Azóta nem is voltam, kocsiba hát, se ültem. Azóta nem, igen, a kocsiba se ültél most már. Igen. Na, hallgatlak. Most nem ezért jöttem, hogy most szapuljál meg itt le. Szapulni akarlak, csak megvárom még te, mit akarsz mondani. Semmit, csak hogy szeretlek. Ezt akartad mondani. Hát én is ezt ugyanezt elmondhatom, de azért nekem ezen kívül van még mondani valóm. Hát anyukámnak semmit nem kell mondania. A szemében mindent szépen én ki tudtam olvasni. Ismerem 26 éve, és látom, hogy el van szomorodva, és nem büszke rá most. Miért volt olyan fontos most azon a délutánon már rögtön elmenni a kocsié? Mert hogy ebből sokkal nagyobb baj is lehetett volna, ha ezt végig gondolod. De ott hagytam a kocsit, aludtam, és úgy mentem utána. De hát látod, hogy nem volt elég, gyerekem. Látod, hogy nem volt elég most, ha jó helyen volt az a kocsi. De akkor... nem, épp az azt, hogy ott hagytam egy helyen, nem tudtam, hogy jó helyen van, tudod, hogy nem szerettem ott hagyni a kocsit sehol. Hát igen, és most így jó. Hát így most se jó. Most így már jó. Nyilván nem jó. Tudod, szerinted mit éltem át? Hát épp ez az, szerinted mit éltem át? Ez borzasztó, ez fiam. Borzasztó. Ti vagytok a legfontosabbak hát igen, nekem, és nem akartam, nem akartam, hogy nem akarok csalódást okozni nektek. Igen, hát gondolom, hogy nem. Azért nem csináltam, hogy rossz hát legyen. Ez nem tervezve volt, az biztos, hogy ez ilyen spontán, csak tényleg nagy baj lehetett volna belőle. Tudom. Meg hát, igen, az embernek azért, majd megtudod, ha te is szülő leszel, hogy azért ez nem ennyi csak, hogy most én ezt olvasom, vagy a sok hülyeséget, amit beleírnak, és ezt mind átélni egy szülőnek. Vártalak már egyébként, nem? Helyrehozok mindent. Hát, tudod, ami már megtörtént, azt nem lehet helyrehozni, gyerekem. Ezt... De helyrehozni lehet, semmisíteni nem lehet. Hát, helyrehozni. Az biztos, hogy megint teperhetsz egy jó darabig, amíg ez megint minden rendben lesz. Mindig én vagyok. Mindig hát, én vagyok a ludas. Hát ebben a témában most csak te vagy a hunyó. Tudom. Csak te. Olyan hirtelen történt az egész, nem is tudtam rá reagálni. De egyből ti jutottatok eszembe. Képzel. De ti jutottatok egyből eszembe. Te, meg a Csilla, a Tibi, Judit, Csabi, hát, Lajos. Hát tetszőleg, igen. Hát nem csak nekünk kell köszönetet mondanod. Itt azért közrejátszott más is. Ott fönt. Azt hiszem, apád is fogta a kezedet. Az biztos. Mert egyébként nagy baj lett volna. Úgyhogy, biztos. Meg a jó Isten ott fönn tudod, ez komoly dolog volt. Máshogy. Úgyhogy máshogy fogod majd gondolni. Igen, másképp. Igen. Szóval. Igen.